Magyarország 75 évvel ezelőtt is az elsők között teremtett kapcsolatot, érzésített kapcsolatot a kínai népköztársasággal, és most is ugyanígy gondolkodunk erről a kérdésről, hogy egy nagyon fontos partnert, szövetségest gondolunk Kínában. A nagyon fontos jelzés számunkra, hogy Xi Jinping elnök úr Magyarországra fog látogatni, ezt bejelentették, ami nagyon erős megerősítése lehet annak, hogy együttműködjünk. Minden területen, amiről az imént beszéltem, tehát gazdasági, kulturális, turisztikai, oktatási és védelempolitika, tehát biztonságpolitika területén. Ezekben a kérdésekben most jelentős együttműködés van a két ország között. Konnektivitás a legfontosabb. Tehát, hogy megmaradjanak ezek a kapcsolatok, élők legyenek, és hosszú távú együttműködésekre alapozunk. Én azt gondolom, hogy ebben Kína is partner, és Magyarország is partner, és hogyha két partner egyetért egy kérdésben, abból csak jó dolgok sülhetnek ki.